De azt gondolom, hogy itt nem állhatunk meg. Újabb és újabb munkahelyeket kell teremtenünk, és ebben a folyamatban, azt kell, hogy mondjam, sikeresek vagyunk. Horváth Richárd polgármester sikeresnek ítélte a 2017-es évet a városi évzáró ünnepségen a Nagy Endre rendezvényteremben. Mint mondta, egy stabil költségvetéssel dolgozó város megáll a lábán, ha ellenszél fúj is. A városvezető úgy vélekedik, akkor működik jól egy település, ha több lábon áll. A gazdaság élénkítését, az oktatás és a turizmus fellendítését pedig kiemelkedő feladatnak nevezte. Majd rámutatott, ezeken a területeken sokat lépett előre a város, és újabb fejlesztési lehetőségek előtt áll a település. Hogy 60 város önkormányzata 400 millió forintot nyert a HACS pályázaton. A polgármester az ünnepségen bejelentette, hogy a város, ahogyan fogalmazott, saját erőből 400 millió forintot nyert a helyi civil szervezetek támogatására és a városi könyvtár felújítására. Ez pedig azt jelenti, hogy 137 millió forintot fogunk költeni a könyvtárra, és a könyvtár vissza fog költözni, és 200 millió forintot... és 200 millió forintot pedig a civilek fognak kapni itt 60-ban. Az ünnepségen hatan vehették át 60 város polgármesterének díszoklevelét. Elsőként Gulyás József, a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanára és egykori igazgatója. Méltatásában kiemelték, hogy a szakember sokat tett a helyi kézilabda fejlődéséért is. Elismerésben részesült Gulyás Katalin, 60 főkertésze is, akinek köszönhetően idén a 60-i lett az ország legszebb főtere. Munkája nyomán pedig többször is díjazták a városképet az elmúlt években. Díszoklevelet kapott Monori Géza, az 5-ös iskola egykori tanára, a 60-i Diáksport Egyesület alapítója. Testnevelőként sorra halmozta a kiváló sporteredményeket tanítványaival. Valló Edének, a Grassalkovics Művelődési Házigazgatójának több éves munkáját is méltatták az estén. Neki köszönhető, hogy népszerű rendezvénysorozatok indultak el a városban, 60 kulturális programjait folyamatosan gyarapítja. Polgármesteri díszoklevelet kaptak egyes intézmények is. A Naplemente Nyugdíjas Klub Sánta Gyula vezetésével országszerte ismert közösség. A 60-i szüreti felvonulás és a nemzetékek vers, mese és prózamondó versenye is hozzájuk köthető. Díjazták a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klubot is. A csapatot Tóbi Tibornével az élen már a határon túl is ismerik. Táncfellépéseikkel több országos és nemzetközi táncversenyen is kiváló eredményeket értek el. Az eseményen bemutatták a 60 gyermekrajzokon című kiállítást, amelyeken óvodások örökítették meg a város épületeit, eseményeit. Az ünnepségen a Kossuthos diákok az Elveszett emlékek nyomában című műsort adták elő, ahol a technika ördökét is megismertették a nézőkkel.